A hollandok ellen Kis Gábort pihentette Csesándor, a kapuban pedig ezúttal Kardos Gergely kapott szerepet, aki védett, amit csak lehetett. Tekintettel arra, hogy a csoport utolsó pont nélkül álló áll fogadta a címvédő, sok izgalomra nem lehetett számítani. Ráadásul idegenben is magabiztosan 17-6-ra nyert a szolnok, szóval a féle kötelező házi feladat várt rá a sorozat tizedik fordulójában. Ennek megfelelően azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és ugyan Milos Csuké és zalánki Gergő akció góliára, még érkezett válasz. Újabb dupla következett, Fülöp Bence és Éron Jánger talált be a 6-6 ellen. A folytatásban sem igazán hagyta kibontakozni ellenfele támadásait a házigazda. A center semlegesítése okán maximum minden mindegy alapon elvállalt távoli befejezések következhettek, ami borítékolta akár még a lefordulásokat is. Csuk majd Andrea Prajnovics talált be. a Tamás centerben küzdött nagyot, ha ő nem volt bent Janger vagy Fülöp helyettesítette kis Gábort. villanása, villanása, szerelése, majd megúszása után már 8-1 a táblán. Nem volt, nem lehetett sok kérdés a meccsen. Nagy szünetig 10-2-ig jutott a szolnok. A harmadik negyedben aztán alaposan belassítva már csak kettőt tett hozzá az előnyhöz. 13-3-mal kezdődött a zárómenet. Ebben Bátori Bence majd mezei a következett pillanatok alatt, az alánki pedig távolról bombázott a kapuba. Az utolsó szó Éron Jángeré volt. Különösebb megerőltetés nélkül 17-4-re győzött a szolnok.